A HEP kupában is magabiztosan nyertek a kékcápák, így egyértelmű esélyes volt a bajnoki meccsen a hazai csapat. A cápák Busz Iván és Tóth Gergely kosaraival indították az első negyedet, amelyben 5 pontos előnyre tettek szert. A második 10 percben 8 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda. Fordulás után tovább nőtt a különbség a két csapat között, és bár a vendégek igyekeztek, nem tudták megnehezíteni a Nyíregyháza Blue Sharks dolgát. Siska János együttese végül 23 pontos győzelemmel köszönt el erre az évre szurkolóitól. A mérkőzés előtt azt kértük a fiútól, hogy vegyék komolyan a mérkőzést. Hát ezt az első félben nem nagyon sikerült megvalósítani, a második félben jobban. Úgy gondolom az agresszív védekedésünkkel meg tudtuk lepni a Miskolcot, és labdátokat tudtunk szerezni, és ezekből könnyű kosarakat tudtunk dobni. De hát volna a játékosom, akinek már negyedik vagy az ötödik mérkőzés azon a héten, úgyhogy már látszott azért a fáradtság, főleg inkább fejben. Örülök, hogy nyertünk. A végül 18 pontot szerző Tóth Gergely szerint támadásban sok hibát vétettek, amelyeket a következő meccsre ki kell majd javítaniuk. A szakmai stáb az remekül felkészítette a csapatot a találkozóra. Én úgy gondolom, hogy védekezésben voltak hibáink, de szerintem azzal sikerült megnyerni ezt a találkozót, mert támadásba akadozott a játékunk. Igazából nem azt csináltuk, amit kértek az edzők. Úgy gondolom, hogy rosszul dobtunk a mai nap. Nagyobb is lehetett volna ez a különbség, talán 30-ból 5 vagy 6 darab 3-as sikerült értékesíteni. Én nagyon remélem, hogy a következő találkozóra sokkal görülékenyebben fog menni ez a támadójátékunk, és sikerül ezeket a hibákat kiküszöbölni. A vendégek vezetőedzője elismerte a nyíregyháziak győzelmének jogosságát, és a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapatával. Nevek alapján és a nevekhez csatlakoztatható rutin alapján azért nincs ez a két jelenlegi keret egy súlycsoportban. Ezért én azt mondom, hogy közel 40 percnyi koncentrálással, nyilván rengeteg hiba volt, de miért is ne lenne, nagyon nagy energiákra készítettük a Nyíregyházát, hiszen alig játszottak náluk a perememberek, ha lehet ilyet mondani, nagyon sokáig és nagyon sokat forgatva a legerősebb alakulattal támadtak minket. Egy percig sem volt kérdés, hogy ők fognak nyerni, tehát ezt mindenki reálisan látta, úgy én is. A 12. forduló további eredményei a következők: BKG Prímese Nagykőrös 82-69, Békés PVSK 76-70, MAFC Bonyhád 125-58, Vasas Akadémia Veszprém 72-84, Budafok Oroszlány 70-81 és Budapesti Honvéd MTK Török Bálint 64-58. A tabella élén a Veszprém már 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 11-1-es mutatóval rendelkező MAFC-ot. A Nyíregyháza Blue Sharks 8 győzelemmel és 4 vereséggel az 5. helyen várja pénteki veszprémi vendégjátékát.